akkor azzal utasította el a társadalomba vételét a bizottság, hogy meg kell várni az ő tévét, és majd akkor lehet ezt módosítani, akkor van értelme ezt módosítani. És lám, ezt az érvelést kisváltatva a kormányzati oldal saját maga felül írta. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, a további érveinket majd akkor a normál hozzászólásomban szeretném elmondani. 10. országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, elsőként el Simon Lászlónak, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Én nagy élvezettel hallgattam itt a ma esti vitában Gúr Nándor képviselőtársam felszólalását, bár néha nem tudtam egészen követni sziporkázó humorát. Sajnálom, hogy most nincs itt a teremben, hogy visszatérjünk arra a problémára, hogy ez az örökség, amelyet képviselőtársam is hanyag eleganciával kezelt, hogy megengedi, vagy feltételezi, de meg nem engedve. Tehát azért emellett, az örökség mellett ne menjünk el, tisztelt képviselőtársaim. Ennek a jogszabálynak az elfogadására azért van szükség, mert önök, szocialisták, szabaddemokraták 8 év alatt olyan helyzetet teremtettek, hogy az országot úgy erodosították, hogy az ország adósságállománya a GDP-hez viszonyítva 81%-ra ment fel, az önkormányzatoknak mai napon pedig 1830 milliárd forintnyi adósságállománya van. Ezek, kérem, tények. Ezeket a tényeket a szocialistáknak és a szabaddemokratáknak köszönhetjük. Ne felejtsék el azt, tisztelt képviselőtársaim, az, hogy 2005 és 2010 között Magyarországon gyakorlatilag meg ötszörözött az önkormányzatoknak az adósságállománya, az annak köszönhető, hogy önök, szocialisták az elmúlt években az önkormányzatok által ellátott állami kötelező feladatokat sem finanszírozták. Hogy önök 2 évvel ezelőtt összevonták az önkormányzati normatívákat, ténylegesen emögött, az összevonás mögött az a szándék húzódott meg, hogy a legtöbb területre kevesebb forrás jusson. Az önkormányzatok eladósodása mögött tehát nem az önkormányzati vezetők fölkészületlensége, nem a felelőtlen gazdálkodás az, ami elsőként meghozódik, hanem az, hogy a magyar állam, amelyet az elmúlt 8 évben a szocialista szabaddemokrata kormányzat vezetett, ez a kötelező feladatokhoz szükséges forrásokat sem biztosította az önkormányzatok számára. Éppen ezért van szükség ennek a törvényjavaslatnak a benyújtására, vagy volt szükség a benyújtására és a megtárgyalására. A törvényjavaslat szöveges indoklásából is kiderül, hogy az országgyűlés 1996-ban fogadta el a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényt. Azért azt nagyon jól láttuk, hogy az azóta eltelt 15 év alatt 40 olyan adósságrendezési eljárás indult, amely többségében kisebb önkormányzatokat érint. Ha már az előbb képviselőasszony szóba hozta a Heves megyei önkormányzatnak az ügyét, akkor ebből az is látszik, amit az előbb Kósa képviselőtársam jól megmutatott, hogy az előző 4 évben kicsinyes politikai bosszúból hozták olyan helyzetbe megyei önkormányzatokat, nem csak az illetékbevételek elvonásával, nem csak a normatíva összevonásával, hanem még egy sor más intézkedése, például, hogy alapvető pályázati lehetőségekből zárták ki a megyei önkormányzatokat, vagy megyei önkormányzat által fenntartott intézményeket. Tehát ennek az a következménye, hogy az 1996-ban elfogadott törvény ma már nem alkalmas a felmerülő, meg az előttünk álló problémáknak a szakszerű kezelésére. Hiszen azt láthattuk már az elmúlt évben is, hogy nagyobb városokat, és mint ahogy az előbb említette képviselőasszony Heves megyét, megyei önkormányzatokat is veszélyeztet a fölhalmozódott adósságállomány, tehát valamilyen módon szükséges kezelni ezt a problémát. Képviselőasszony az előbb a kisebbségi véleménye megfogalmazásában jelezte azt, hogy ezt a törvényjavaslatot az önkormányzati törvény tárgyalással egy időben kellett volna benyújtani. Van abban némi logika, amit elmond, de pusztán csak annyi, hogy való igaz, hogy ősszel elén fog kerülni az önkormányzati törvény, de hát az előbb említett, ön által említett példák is azt mutatják meg, hogy az elkövetkezendő 4 hónapot se várhatjuk meg. Minél hamarabb kell lehetőséget teremtenünk a problémák orvosolására, olyan módon, ahogy ezt a jogszabálytervezet megteszi. Nagyon fontos például az, hogy az adósságrendezésbe milyen vagyoni kör nem vonható be a jövőben.
a Kulturális Bizottság elnökeként engedjék meg, hogy azért kiemeljem azt, hogyha Heves megye önkormányzatra utalunk, hát kétségbejtő lenne az, hogyha mondjuk egy csődgondnok az Egri Vármúzeumot akarna eladni, vagy hogyha a csődgondnok valamelyik színházunkat akarna eladni, valamelyik színházunkat akarná bezárni. Tehát nagyon fontos tehát ebben az előttünk fekvő törvényjavaslatban az, hogy egyértelműen meghatározza azt, hogy olyan feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonélemek, amelyek állami támogatást kapnak, vagy amelyek az állam hozzájárulást biztosít, azok nem vonhatók be az adósságrendezésbe eladható, értékesíthető vagyonelemként. Az is fontos, hogy a vagyonelemeken túl, hogy az önkormányzat költségvetésében megjelenő helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és pénzeszközei sem vonhatók be, illetve olyan bevételek, amelyek az adósságrendezési olyan bevételek sem vonhatók be az adósságrendezési eljárás alá, amelyek az önkormányzat részvételével működő társulásoknak a tevékenységéből származnak. A előttünk fekvő törvényjavaslatnál fontos kiemelnünk azt is, hogy a személyi felelősség kérdését egyértelműen tárgyalja. Az a szándék, hogy megkívánják emelni a törvény benyújtói, a törvényjavaslat benyújtói a kiszabható pénzbírságnak az összegét, amelyet azok a polgármesterek vagy esetlegesen megyei közgyűlési elnökök kötelesek fizetni, akik nem teljesítik a képviselőtestet összehívásának és az ülés levezetésének a követelményét annak érdekében, hogy minél hamarabb elkezdődhessen az adósságrendezés. Ez szerintem nagyon fontos jelzés a tekintetben, hogy igenis a felelősség mellett nem lehet elmenni, hogy a vezetőknek a felelősségét azt különösen hangsúlyoznunk kell. A határidő hosszabbítást is ki kell emelnem, az, hogy a képviselőtestületnek 60 napról 90 napra növelt határidőt adna ez a javaslat arra, hogy a válság költségvetési rendeletet elfogadja, megalkossa. Ez a 30 napos hosszabbítás szükséges ahhoz, hogy valóban a nehéz helyzetbe került önkormányzatok fel tudjanak készülni. És végül arra szeretnék még rátérni, amelyet az előbb Kósa képviselőtársam már az expozéjában említett, amely a melléklet módosításában olvasható, hogy a válság költségvetésből további feladatokat lehet az eddig megengedetteken kívül finanszírozni, és ezt én sarkalatos kérdésnek tekintem, főleg a kulturális élet helyzete és a kulturális intézmények stabilizálása szempontjából. Nevezetesen arról van szó, hogy az előttünk fekvő javaslatban, a mellékletben azt láthatjuk, hogy olyan új feladatok kiadásait lehet finanszírozni az önkormányzatok által már nem 60 nap, hanem 90 nap alatt elfogadható válság költségvetési rendelet alapján, amelyek például a kulturális javak gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával és bemutatásával, a régészeti örökség védelmével kapcsolatosak, azaz a múzeumi intézményrendszer, a múzeumi szervezet fenntartásával. Már korábban a régészeti feltárási jogról szóló törvényjavaslatkor is elmondtam, hogy a vidéki magyar értelmiség és egyáltalán a magyar tudományosság szempontjából, a magyar identitás szempontjából is a legfontosabb intézményeink közé tartozik a megyei múzeumi intézményi rendszer. Ezt veszélybe sodorni az önkormányzatok elodásításával a lehető legnagyobb felelőtlenség, és legalább ilyen fontos az a levéltári intézményrendszer, amelynek a működése nélkül értelmezhetetlen a magyar történelem, és aminek működése nélkül értelmezhetetlen a magyar közigazgatás. Ezért fontos az, hogy a megyei és a fővárosi levéltárak működtetése is ebben a mellékletbe bekerült, azaz, hogy ezeket is lehet a válság költségvetésből finanszírozni. Számomra legalább ilyen fontos a település és a megyei könyvtári ellátásnak a biztosítása, hiszen jól tudjuk azt, hogy mit jelent, hogyha egy településen nem működik könyvtár, hogyha
a mai anyagi körülmények között azok, akik nem tudnak maguk számára könyvet, folyóiratot, napilapot olvasni, esetlegesen nincs internet hozzáférésük, az a könyvtáron, hogyha a könyvtáron belül mindezekhez a szolgáltatásokhoz, mindezekhez a javakhoz nem tudnak hozzáférni. Tehát ezért az is fontos, hogy a megyei és a települési könyvtári ellátás biztosítása is ide bekerült. Valamint azok a közművelési intézményi feladatok és szervezeti részlegek, amelyek rendkívül fontos közösségi feladatokat látnak el a közművelési tevékenység elősegítése és fejlesztése érdekében folytatott közművelődési szakmai tanácsadás, szolgáltatás, programszervezés, az szintén ebbe a körbe került be a mellékletnek köszönhetően. És persze a kultúrán túlmutatóan például a megváltozott munkaképességekkel foglalkoztató közhasznú gazdálkodó szervezettel érvénybe levő szerződésből eredő kötelezettségek is finanszírozhatók lesznek a törvény elfogadás esetén a válság költségvetésből. És még külön pontban rögzíti azt a tervezet, hogy a megyei önkormányzatok esetében minden olyan feladat ide számít, amelyet az országgyűlés normatív állami támogatásból vagy hozzájárulásból, amelyet az országgyűlés által nyújtott normatív állami hozzájárulásból vagy támogatásból finanszíroznak. Ez azért is fontos, mert például a megyei sportfeladatok és még egy sor dolog, azok a normatívából, a törvényben rögzített normatívából vannak finanszírozva. Összefoglalva tehát képviselőtársaim a Fidesz frakció nevében azt tudom mondani, hogy egy fontos, a szocialisták katasztrofális 8 éves kormányzásának következtében válsághelyzetbe sodort önkormányzatokat megsegíteni képes törvényjavaslat fekszik előttünk. Arra kérem képviselőtársaimat, szocialista képviselőtársaimat is, akik az önkritika gyakorlásában járatosak, hogy szíveskedjenek ezt a törvényjavaslatot támogatni. Köszönöm szépen a figyelmüket. A következő felszólaló Lukács Zoltán, az MSZP képviselője. Öné a szó, képviselő. Köszönöm szépen a szót, hölgyeim és uraim. Igaz az állítás, ami az előttünk fekvő törvényjavaslat indoklásában van, hogy valóban egy 15 éve elfogadott törvény alapján folynak az adósságrendezési eljárások az önkormányzatokban, és ez igaz is lehetne, hogy át kell gondolni, és időszerű lehet a felülvizsgálata. Ez még elfogadható is lenne, ha nem tudnánk, hogy ugye itt van előttünk egy óriási önkormányzati reform elfogadása és megvitatása, ahol többek között ilyen kapcsolódó törvényeket is módosítani kell, és lehet, mint ez az adósságrendezési eljárásról szóló törvény. Ezért azt gondoljuk, hogy az okokat máshol kell keresni, méghozzá Komárom-Esztergom megyében. Komárom-Esztergom megyében kell keresni az okokat, méghozzá Esztergom városában. Egy ilyen középmagas barnahajú oka van ennek a törvénymódosításnak, úgy hívják, hogy Meggyes Tamás. Láthatóan azért kellett ezt ilyen gyorsan behozni, ezt a törvénytervezetet, hogy azokat a problémákat, amiket Esztergomban, az esztergomi testületben a fideszes többség okoz, azt valamilyen módon megpróbálják itt kezelni. Az előző ciklusokban ugyanis a most kormánypárti vezetés olyan gazdasági helyzetbe hozta Esztergomot, hogy a jelenlegi független polgármester kénytelen volt adósságrendezési eljárást indítani a városban. Ez nyilván nem tetszett a fideszes többségnek, ez az oka annak, hogy most ezt a törvényt tárgyaljuk. Esztergom jelenlegi polgármestere törvényesen és okszerűen indította ezt az eljárást, és most mégis ezzel a törvénnyel próbálják őt ellehetetleníteni, vagy lehetetlen helyzetbe hozni. Történt ugyanis, hogy ebben az időszakban elég sok furcsa visszás esemény törvényt, törvényes levezető elnök nélküli testületi ülések, a város gazdálkodásával kapcsolatos jelentős döntések, ezekről egyébként később a kormányhivatal is kimondta, hogy
törvénytelen, és nyilván elindult az alkotmánybírósági felülvizsgálat is. Tehát azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen ez az oka annak, hogy ez a törvény itt van előttünk. És módosít olyan helyeken a jelenlegi törvényen, ami nagyon-nagyon komolyan visszaköszön Esztergom szempontjából. 500 ezer forintra emelik a pénzbírság maximális mértékét abban az esetben, ha a polgármester az adósságrendezési eljárásban nem teljesíti a kötelezettségeit. Csak arra nem adnak választ, hogy mi van, hogyha nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit éppen a közgyűlési többség miatt, aki megakadályozza abban, hogy ezeket a kötelezettségeit teljesítse. Azt mondják, hogy ha testületi felhatalmazás nélkül indítja el ezt az eljárást a polgármester, akkor azt a bíróság vizsgálat nélkül elutasíthatja. Na de ha a testület ilyen hozzáállást tanúsít, akkor nem tudja másként a polgármester ezt elindítani, mint a testület felhatalmazása nélkül. Itt az előbb arról volt szó, hogy ki viszi csődbe a várost, és ki nem. Itt is felmerül ez a kérdés. Akkor ki viszi csődbe a várost? A polgármester vagy a testülete? Akkor ki a felelős azért, amilyen helyzet kialakul? Mindannyian láttunk már önkormányzatot. Én olyan önkormányzatot nem tudok elképzelni, amit egy ember csődbe visz. Hát nagyon nehezen. Legalábbis a testületi jóváhagyása nélkül. A javaslat módosítja az önkormányzati törvény azon rendelkezéseit, ami a polgármester ülésvezetési jogát érinti. Egy csomó jogot átadnak annak, azoknak a kormányhivataloknak, amelyekben egytől egyig egyébként fideszes országgyűlési képviselők látják el a vezető pozíciókat. Érdekességképpen a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal vezetője nemhogy egy pártban ül, de még a parlamentben is a szomszéd széken ül Meggyes Tamással. Nyilván itt meg tudják beszélni, hogy milyen döntéseket kellene hozni az esztergomi emberek feje fölött, mert ugye az nyilvánvaló, hogy a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal semmiféle népképviseleti legitimációval nem rendelkezik, ugyanakkor olyan jogosítványokat adnak nekik, ami kifejezetten népképviseleti jogosítványok közé tartozik. Ez egyébként nem ennek a törvénynek a tárgya, de mégiscsak ebből következik most az, ami ez lehetséges. Én önt is meghallgatom, sőt még a verseit is elolvasom, csak egy kicsit hallgasson ön is. Azt gondolom, hogy a polgármesterek lehetőségeit oly módon korlátoznák ezek a önök által beterjesztett törvénynek nevezett iromány, amit mi semmiképpen nem tudunk elfogadni. Én azt javasolnám, hogy inkább vessenek véget Meggyes Tamás és barátainak ábokfutásának Esztergomban, és nem kell ilyen Lex Esztergomokat idehozni, nem kell azért törvényt alkotni, hogy egy Fidesz többség által kiszolgáltatott, független, tisztességes, nagyon nagy többséggel megválasztott polgármestert ellehetetlítsenek Komárom-Esztergom megyébe. Higgyék el, lehet ilyen törvényeket hozni, önök jó sokan vannak, annyian, mint az oroszok, lassan már úgy is viselkednek. Egyébként az esztergomiak és a Komárom megyeiek pontosan fogják tudni, hogy ez a történet miért született. Én azt gondolom, hogy nem kell azt gondolniuk, hogy Komárom-Esztergom megyében és ezen belül Esztergomban buta emberek laknak, vagy tájékozatlan emberek élnek. Nagyon pontosan tudják, hogy ez a történet miről szól. Ha önök ezt a törvénymódosítást átviszik, már pedig nyilvánvalóan átviszik, ezzel semmit nem fognak megoldani, csak nyilvánvalóvá teszik, hogy nem képesek az esztergomi Fidesz frakció álmokfutásának véget vetni, sőt azokat a törvényileg eléggé aggályos ügyeket, amiket az utóbbi időben is folytatnak, megpróbálják törvényessé tenni. Nem jó irány, nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a következő felszólaló Habis László, a KDNP képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, ahogyan az elhangzott, egy 15 évvel ezelőtt elfogadott törvény módosítására született most javaslat, és a KDNP frakciója nem véletlenül támogatja ennek a javaslatnak az elfogadását. A korábbi években, másfél évtizedben évente 2-3 kis települést ért ilyen szituáció. Mára viszont azzal szembesültünk, hogy városok, nagyobb települések, adott esetben megye is adósságrendezési eljárás alá került.
ahogy El Simon László képviselőtársam említette, adott esetben olyan jelentős intézmények működése lehetetlenülhet el, amelyet például egy megye és egy megyejogú város közösen tart fenn, vagy ha a szabályokban nem avatkozunk be, akkor olyan pénzek kerülnek zárolás alá, amelyek nem az adott önkormányzat kompetenciájába tartoznak, és ezt a helyzetet mindenképpen meg kell változtatnunk. Az is világos, hogy nem egy intézményes kis településekről van szó, adott esetben a válságköltségvetés elkészítésének van egy időigénye, kellő körültekintéssel kell eljárni. Fontosnak tartjuk a KDNP frakció részéről, hogy olyan eljárási szabályok érvényesüljenek, akár ebben az átmeneti időszakban is, amikor egy nagyobb önkormányzat elkerülheti a vagyonfelosztást. Elhangzott itt az MSZP-s képviselő részéről, Lukács képviselő részéről, hogy miért is születik ez a törvény. Én azt gondolom, hogy a törvény elfogadása esetén van esély és lehetőség arra, hogy például Esztergom is elkerülje a vagyonfelosztást. Meggyőződésem, hogy ez az esztergomi emberek érdeke. A mai ingatlanpiaci helyzetben nem hiszem, hogy józan politikai érdek ahhoz fűződne, hogy önkormányzati forgalomképes vagyonrészek fél vagy harmadáron kerüljenek ki az önkormányzati vagyonból. Fontosnak gondoljuk azt is, hogy valóban a képviselőtestületi hatáskörök erősödjenek, hiszen tapasztalható olyan szituáció az elmúlt hónapok gyakorlatában, amikor is valóban lehetősége lett volna egy településnek elkerülnie az eljárást, azonban önhatalmú eljárások kapcsán a képviselőtestület ezt meg nem tudta akadályozni. Halaszthatatlannak gondoljuk ebben a szituációban a törvénymódosítást, akkor is, ha ez adott esetben egy fél évig van érvényben, ahogy az Kósa Lajos részéről, mint előterjesztő társam részéről is elhangzott, a lehető legszükségesebb változtatásokra irányul ez a javaslat, és nem átfogó módosításokra. Az átfogó módosítást nyilván az önkormányzati törvénycsomag elfogadását követően, ahhoz kapcsolódóan, azzal harmóniában lehet elvégezni. Köszönöm szépen. 2 perces reagálásra következik Lukács Zoltán, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Nem győzött meg arról Habis képviselőtársam sem, hogy ez nem Lex Esztergom, és nem azért van, hogy az ottani cirkuszt valamilyen módon el tudják leplezni, és hogy ráhúzzák a vizes levetőt az ottani független polgármesterre. Az is bizonyítja ezt, hogy a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kívánják ezt a törvényt. Mitől lett ez ilyen sürgős? Nyilván attól, hogy Esztergomban már van egy folyamatban lévő eljárás. Hogyha nem emiatt van, akkor egész nyugodtan megállapodhatunk abba, hogy ezt a részét a törvénynek vegyük ki. Nem kell a folyamatban lévő eljárásokra alkalmazni ezt a kérdést, és abban a pillanatban nyilván meggyőzhető vagyok, hogy ez nem erre lett kitalálva. A másik információm az Habis képviselő úrnak, hogy a helyi KDNP-ről egy kicsit máshogy gondolkodik. A helyi KDNP az 24 óránként elhatárolódik Megyes Tamástól és a helyi Fidesz frakciótól, azonnali választások kiírását követeli folyamatosan. Nyilván kéne velük beszélgetni, mert nem árt, hogyha egy pártnak mondjuk ugyanaz a véleménye egy adott ügyről. Úgyhogy, sőt, a rajtuk kívül is mindenki egyébként a Fideszen kívül egyetért, hogy azonnal föl kéne oszlatni a testületet, és új választást kéne Esztergomba kiírni. Azt gondolom, hogy ez lenne az a döntés, ami inkább szolgálná Esztergom érdekeit, mint hogy ilyen átlátszó törvénynek nevezett
írományokkal próbálják azt az elfogadhatatlan cirkuszt leplezni, amit a Fidesz ott Esztergomban művel. Köszönöm szépen. Szintén két perces felszólással következik El Simon László, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, Lukács képviselő úr, én nem tudom, mennyire alaposan olvastad ezt a jogszabálytervezetet, de én ebben nem láttam azt, hogy rendezni kívánná az esztergomi Fidesz és KDNP viszályt. És még más hasonló dolgokat sem láttam, amiket itt elmondott. Én nem tudom, hogy önöknek miért fáj az, hogyha adott esetben Esztergomnak a helyzetén is segít ez a törvény. Nem Medgyes Tamás helyzetén, nem a független polgármesterasszony helyzetén, nem az esztergomi KDNP és Fidesz problémáját kívánja ezt kezelni, de mondjuk számomra igenis fontos az, lehet, hogy az ön számára érdektelen, de számomra fontos az, hogy akár Esztergomban is egy könyvtárat meg lehessen ezen a címen menteni, és igenis Esztergomban se lehessen eladni, hogy azt az előbb Habis képviselő úr mondta, el Kótyavetyénő akár, egyharmad áron forgalomképes önkormányzati ingatlanokat. Igenis Heves megyében számomra stratégiai jelentőségű az, hogy a színház, amelyet a, nem csak a Heves megyei önkormányzat tart fönn, hanem éppen Habis képviselő úr által vezetett város is hozzájárul, és most a csőrbiztos bizony arra a pénzre is rátette a kezét, amelyet már előre a következő fél év egy részére is önkormányzati hozzájárulásként a város kifizetett a megyének. Ugyan miért okoz az önnek fájdalmat, hogy egy folyamatban levő ügyben is igenis jó szándékkal, segítő szándékkal akar ez a törvény fölépni, mert mi nem akarjuk azt, hogy az évi 400 ezer fős látogatószámot produkáló EGRI Vármúzeum, amely Magyarországnak az egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, hogy az éppen amiatt, hogy a Heves-megyei önkormányzat nehéz helyzetbe került az önök gyalázatos kormányzásának köszönhetően, hogy az mondjuk bezárjon. Képviselő úr, ne fájjon ez önnek. Én arra kérem, hogy gondolját az álláspontját, és a Medgyes Tamás fóbiájukon egy kicsit próbáljanak túllépni. Szintén két perces felszólása következik. Elsőként Szilágyi György, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves Elsimon László, az a probléma, hogy önök mindig mellé beszélnek. Önök pontosan mindig takargatják azokat a fő célokat, amiket önök csinálnak. Ön is itt éppen arról beszél, hogy kicsinyes politikai bosszú és hasonlókról. Persze, mindenki emlékszik Lampert Mónika szavaira, akkor, amikor ez kicsinyes politikai bosszú volt az önkormányzatokkal kapcsolatban. Most önök ugyanezt csinálják Medgyes Tamással kapcsolatban. Ugyanezt csinálják. Hajlandóak arra, a jó szándékról beszél, nagy jó szándékukban, ahelyett, hogy rendet tettek volna Esztergomba, hajlandóak arra, hogy tönkretegyenek és teljesen csődbe vigyenek egy olyan várost, mint Esztergom, egy olyan emberért, mint Medgyes Tamás. Ha megcsinálják, akkor nem arról kell beszélni, és nem arról kell beszélni, hogy éppen ez nem Medgyes Tamásról szól, de ez Esztergomról szól. És elmondom önnek, hogy az önök képviselője, az önök képviselője, Szunyé dr. Bertala Judit, a megyei kormányhivatal vezetője is elmondta és lenyilatkozta, ha politikai komiszár lenne, akkor védeném Medgyes Tamást, de az az eljárás, amit ott elkövettek, az törvénysértő volt. Tehát akkor most nem tudom, akkor ezek szerint ön most itt, hogy védi egy politikai komiszár, mert ő elmondta azt, hogy védhetetlen az, amit lent csinál a Fidesz frakció Esztergommal, védhetetlen az, hogy kicsinyes politikai bosszúból, mert nem tudták megnyerni a választást, folyamatosan el lehetetlenítenek egy várost. Akkor legalább ismerjék be, hogy azért van ez a törvény, és nem másért. Két perces felszólása, megadom a szót Lukács Zoltánnak. Én értem, hogy aggódik el Simon képviselő úr az esztergomi könyvtárért, csak szólok, hogy bezárták, és a helyére mélygarást építettek. Ez a probléma például az esztergomi könyvtárral és Medgyes Tamással. Igaz, hogy ezt a mélygarázs senki sem használja, és az egész felépítése egy óriási mutyi volt, de hogyha annyira aggódik az esztergomi könyvtárért, az életében egyszer fáradjon már le Esztergomba, és nézzen körül, hogy mi a helyzet. Ott áll egy gyönyörű, egyébként borzalmasan kinéző mélygarázs a városi könyvtár helyén. A könyvtárat egy középiskolába bevitték, ahol a városnak a lakói éppen akkor tudják látogatni, amikor egy középiskolába, hát erre
lehetőség van, nem mindenképp ugye ez a egy középiskolának a profilja, hogy egyébként a városi könyvtárat üzemeltesse. De csak a könyvtárra jutott ez eszembe, hogy ilyen problémák vannak Esztergomba, és ezt az embert védik önök törvény tervezettel, azt gondolom, hogy nem lenne erre szükség. Hogyha nem erre lenne szükség, én ezt teljesen értem, amit önök mondanak, akkor a következő időszakban az önkormányzati reform kapcsán lehetne erről beszélni, és valóban át lehetne alakítani, pont azért, hogy ezeket a nagyon fontos ügyeket megvédjük. Már hozzáteszem, hogyha a kicsinyes politikai bosszút miatt ellehetetlenítettük az önkormányzatokat, például Heves megye volt az egyetlen, ahol egyébként szocialista elnök volt a megyei önkormányzatnál, akkor nyilván őt is kicsinyes politikai bosszú miatt lehetetlenített.